Szervusztok, kedves Bandana nézők! Ez itt a Bós Kornéllal készült beszélgetésünk második része. Az előzőben beszéltünk a újrakezdésről, a fölállásról, most pedig jön a barátság témája. Nem titok, hogy Bós Kornél egy nem kevésbé ismert embernek a nagyon jó barátja, és fordítva, Kati Béla. Bizonyára többször elmondta, sőt láttam én már néhány videót erről, de hogy felvezetésként legyen az, hogy hogyan ismerkedtetek meg is. Mi volt az első kapcsolódási pont, amikor ebből már lehetett érezni, hogy nem csak csupán ismeretség lesz? Most volt egy rócsunk, szevasztok, kérdésre válaszolom. Most voltam ugye egy rócsunk az országban, ahol edzőtermében megmentünk különböző helyekre fiataloknak előadást tartani. De ez egy ilyen, csak egy ilyen beszélgetős volt rólunk, edzésről. És akkor én ezt most hallottam amúgy először Bélának a szájából, hogy kérdezték tőle, hogy lettünk barátok. És akkor mondta, hogy hát, hogy megkerestem Bélát, hogy ilyet szeretném, hogyha segítene felkészülni a versenyre. És akkor Béla mondta, hogy első perctől olyan szimpatikus voltam neki, meg olyan fejem volt, hogy tényleg olyan, hogy nagyon barátságosnak gondolt, és ő első perctől úgy gondolta, hogy mi barátok leszünk. Ezt nagyon jó volt, mert erről soha nem beszéltünk amúgy ketten, hogy most úgy ment minden magától, hogy megkerestem, hogy szeretnénk. Volt bennem, akkor szerettem volna versenyezni, és ugye egy kicsi faluban laktam, ahol nem értett senki jobban hozzám, mint én, de én értettem hozzá, és akkor kellett egy valaki, aki felkészít, és akkor én úgy gondoltam, hogy most is úgy gondolom, hogy mai napig is Béla ért hozzá a legjobban, attól függően, hogy már nem is foglalkozik vele, de a tudása az félelmetes, akkorban még jobban benne volt, és megkerestem Bélát, és egyből valamiért, egyből igen mondott, gondolom azért, mert szimpatikus voltam neki egy első látásra, és akkor elkezdtünk együtt készülni, mondta, hogy nem edzek vele. Hát, baszki a Kati Bélával, gondoltam, hogy a faszomban edzek, hanem kell, bekúszok Debrecenben, mondom. És akkor edzettünk egyszer, kétszer, utána meg együtt edzettünk mindig. És utána, hát vagy 5-6 évig egyfolytában együtt edzettünk, én az összes versenyemben úgy készültem, hogy Bélával edzettem. Meg Jancsival. Tehát akkor volt ugye a triónk, ugye Jancsi, Béla, Zsuzsi, Vivi, ugye az volt még az aranykorszak, igen. És az, mostanában nem tudom, hogy öregszek, vagy miért, egyre többet gondolok erre az időszakra, úgyhogy... Szentimentális lett Bós Kornél, kedves nézőink. Igen, nagyon jó időszak volt. Igen. Nagyon jó visszanézni azokat a videókat, hogy azok olyan gondtalan évek voltak, hogy csak a versenyzés volt, meg semmi más. Most meg annyi csak minden más van, igen, mellette, igen. Attól függetlenül ugyanúgy leülök minden nap edzeni, de akkor úgy, ha megnézem akkori magamat, akkor olyan leszartam minden, csak nyomjunk 500-zal, meg nyomjunk 900-zal, meg tudjam én, akkor csak azt számított. És akkor együtt edzettünk, utána meg, hogy ugye a versenyzést, én hogy abba hagytam a versenyzést, akkor mondtam Bélának, hogy mondta, hogy ő még akar profikártyát szerezni. De csak akkor, hogyha készülök én is vele. Hát mondom, ha ez az akadálya, de ez jó hangulatban voltunk mindeket, és akkor könnyű ilyeneket kimondani. És akkor mondtam, hogy ha ez az akadály, akkor mondom, felkészülök veled versenyre. Tényleg? Hát mondom, ja. Akkor megyünk az Arnoldra. Jó. De csak így megbeszéltük szóba. És akkor rá egy fél évre, vagy egy évre tavasszal indultunk az Ausztrál Arnold Classicon. És akkor, mikor mondtam, hogy én mondom, miattad megyek ki, én magamtól nem versenyeznék, én elengedtem, én nem akarok több energiát beletenni, de mondom, miattad kijöttem, de hogy menjünk még tovább, és akkor hazajöttünk az Ausztrál Arnoldról, második lett. És akkor mondta, hogy azt hiszem, akkor úgy volt, hogy Dél-Afrikában vagy Kínában lesz még egy Arnold, és akkor hogy arra menjünk ki. És akkor ültünk a Cutlerbe az asztalnál, és akkor mondom, hogy nem sajnálod, mondom, ezt az energiát, meg ezt a pénzt, amit mondom, erre költesz el. Hogy érted? De annyi minden jóra más csinálhatnánk, nem tudom, menhelyet, vagy menjünk gyerekeket tornáztatni, vagy nem tudom, mondom, valami mást, hogy mondom, nem sajnálod, és akkor ott Béla láttam, hogy rám nézett, és komolyan mondod, de mondom, nem, mondom, elértél mindent, mondom, most az egészségedet kockáztatod azért, hogy mondom, most mondom, hogy Kati Béla az olyan lesz, mint Mária Terézia, hogy az, arra úgy gondolom, hogy még 100 év múlva is emlékezni fognak, mert Béla olyan magyar testépítésnek, mint a világon Arnolda. Igen, ez tény, Magyarországon ő ezt... Mindegy, hova megyünk, mindegy, merre megyünk, és most például voltunk Keszthelyen egy ilyen Máltai Szerteszolgálat egy ilyen napon, és akkor gyerekek voltak, és akkor egyszer jön egy csaj, hogy menjünk már, mert kint az épület előtt várnak minket. Mondom, ki? Hát nem tudja, csak valaki szólt. Kimegyünk, és vagy 30-40 kicsi gyerekek, lányok, fiúk, és akkor mondom, ti mit akartok? Hát, hogy egy aláírást, a füzetet hozta mindenki.
És ott írjuk alá Bélával, és akkor mondom, hogy honnan tudjátok amúgy, hát mindent tudunk róla, bácsukról, nem tudom már, hogy mondta, hát, hogy eltört a lábát, meg hogy Bélának leszakadt a bicepsze, ekkor a gyerekek voltak. És mondtam Bélának, ez a sokkoló amúgy. Mert hogy a 20 éves, meg a 30 évesek ismernek, az úgy rendben van, és most a TikTokkal ugye ezek kicsi gyerekek, persze, és tudják. Persze, hát és mondják, hogy benn volt a testnevelés órán, és valaki kiírt a TikTokra, hogy ott vagyunk ezt helyen, és elkérdezkedtek a tesi óráról, a tesi talán meg elengedte őket. Zseniális. Nem? Azért... És mikor volt az, amikor kimondtátok egymásnak, vagy más valakinek? Igen, azért boldogító nemet. Szóval, amikor kimondtátok azt, vagy akár másnak, akár egymásnak, hogy ti tulajdonképpen a legjobb barátok vagytok, ha fogalmazhatok így. Sokszor Béla mondta ezt amúgy, hogy az egyik legjobb barátom. Régebben mindig úgy fogalmazott amúgy. Az egyik legjobb barátom, és egy olyan pár éve, szóval egy olyan 3-4 éve hallottam, hogy a nyilván ott van a Pali, meg tehát most nem ez nem, nagyon na. Sok barátja, persze. Igen. Van mindkettőtöknek. És akkor mondta, talán egy ilyen 3-4 éve mondta azt, hogy a legjobb barátom talán. Addig nem hallottam sosem, addig mindig azt mondta, az egyik legjobb barátom, vagy barátom. Utána azt mondta, hogy a legjobb barátom. Arra úgy tudod, hogy még megálltam, hogy biztos csak mondom így. Biztos az egyiknél pont lejtötted a tárcsát. Vagy, igen. De utána hallottam még egy párszor. Én úgy gondolom, hogy nekem Béla a legjobb barátom. Igaz, hogy mostanában kevesebbet vagyunk együtt, de azt gondolom, hogy... Távolság miatt, persze. De mint ahogy, tehát a barátság az úgy gondolom, az nem arról szól, hogy minden nap együtt vagyunk, vagy volt, mikor minden nap együtt voltunk, volt, mikor együtt mentünk mindenhova, tehát olyan időszak is volt. Most ez az időszak van, ugye neki is van családja, ő Győrben van, meg Pesten van, én itthon vagyok, meg Keresztesen. Ez most egy ilyen időszak, de úgy gondolom, hogy én legalábbis 100% biztos vagyok benne, hogy mi fogunk még lakni egy helyen, és egyszerre edzeni, meg együtt menni helyekre. Értem. Nekem hiányzik azért. Béla, hiányzó. Értelek. És szerinted a barátságba ki mit rak bele? Tehát mi az, amit ő tesz bele? Nyilván leszűkítve, mert sokat lehet, sokáig lehetne sorolni, és mi az, amit te teszel bele? Tehát, hogy mitől kapcsolódik ez a két ember így ennyire? Vagy hasonló az, az amit igazából, hogy úgy mondjam, adtok egymásnak a barátságon belül? Én úgy gondolom, hogy amit adunk egymásnak, szerintem az a megbízhatóság a másikban szerintem. Úgy gondolom, hogy ebben a világban nagyon ritka. Én, ha ezt mondtam már Bélának, és hogyha véletlen úgy alakulna, és reméljük nem alakul így, mondom, ha véletlen kéne az egyik vesén, mondom, szóljál, mert mondom, este befekszek. És úgy gondolom, hogy ebben a világban vannak nagyon jó barátok, de úgy gondolom, hogy mi 10-10 pár éve átmentünk olyanokon, ami nagyon sok barátság azt hiszem megszakadt volna, mert nagyon sok pénzről volt szó, vagy nagyon sok más dolog is jött közben. Voltak galibák, minden volt persze. De sikerek, bánatok. Voltak surlódások is köztünk, igen, nyilván főleg az elején, de hál' Istennek úgy olyan vonzódás volt kettőnk közt, valahogy nagyon egy hullámoszon voltunk az edzésben, meg úgy az élet felfogásában is. Attól függetlenül, hogy én nagyon sok minden máshogy látok, de mégis ugyanúgy látjuk, mert azért mindig mind a kettőnek arra fele halad az élete, amerre, tehát egyfelé halad az életünk, mert azért nem tudom, ez most nagyon nehéz kérdés volt amúgy, hogy örülök neki. Mit teszünk bele? Én úgy gondolom, hogy csak saját magunkat. Uh-huh. Meg az őszinteséget gondolom. És azon, így van, és azon kívül gondolom, hogy egy barátsághoz nem kell más. Uh-huh. Tehát bebizonyítottuk mind a ketten egy másiknak, hogy ha baj van, mert ugye akkor válik el, a bajba válik mindig el a barát. A bajban van, akkor ott vagyunk. Na és mikor veszekedtetek utoljára, úgy igazán? És min? Talán mikor a termet nyitottuk. Ja. Az 10 év. Az egy nyűgös időszak volt. Igen. Hát ugye Béla akkor versenyre készült, nem úgy volt pénz, nem úgy nyílt a terem, nekem se úgy volt pénzem, és akkor nem veszekedtetek. Ez ami... Vita. Mikor Béla például versenyre készült, és ezt már meséltem el, hogy nagyon sok mindenkivel paraszt tudott lenni, de egyszer nem bántod meg egy szóval se soha. Téged kímél? Soha. Igen. Valamiért nekem soha nem. Most is, hogyha mit tudom, még, nem most, még régebben, hogyha mikor még rendesen versenyzi, és akkor ott Béla olyan volt, széjjel vert valamit, és akkor elkezdtem rajta röhögni, mondom, mi a szart csináltad, és akkor ott látom. Legszívesebben, de aztán megengedni. Elkezdett, hogy nem, azt kimondom, miért vertett szét, mondom, a kurva magnót, mondom, az autó. Oda nem hallgatjuk hazafele, hogy érdekes. De elfogadta amúgy jobban a kritikát, vagy ezt a humoros oldalát, mikor ő dühös volt? Sőt, tőled fogadta nagyon el. Nagyon kevés embertől fogadta el szerintem. Egy pár embertől fogadta el így körülötte, hogyha rászóltak, ha mérgelődött, vagy ilyenek.
vagy mikor, tehát nagyon sok mindenkivel tudott paraszt lenni, és most ezt nem úgy mondom paraszt lenni, mikor mi diétás paraszt, hát aki az... igen, leszar minden. Igen. Hogy velem soha egyszer sem volt, soha. Akármennyire diétázott, meg szarú volt, úgy mindig úgy illedelmesen, meg olyan szépen beszélt velem. De ugyanúgy én is vele természetesen soha egyszer sem bántottam volna meg egy szóba se, soha. Mm-hmm. Tehát ez, nem tudom, nálam... Tehát nálam Béla van az első helyen nyilván, amit kaptam tőle, meg ahogy kiállt mellettem. Tehát én az első, legelső versenyen a Body Sport kupán úgy álltam fel a színpadra, hogy még a szegény Vida Zoli nyugodjon békében, úgy mutatott be, hogy Kati Béla edzőpartnere. Azóta sem nagyon hallottam ilyet, hogy valaki úgy megy fel a színpadra, hogy valakinek a... És én így mentem fel a színpadra, hogy már akkor voltam valaki, pedig még senki sem voltam. Hogy akkor igen, mondták, hogy már akkor... többiek fölé emeltek. Igen, és azért Béla az... által. Igen, tehát azért az kurva nagy, óriási dolog volt akkor is. Na és egy utolsó kérdésem van még, aztán szabadon engedünk, kedves Kornél. Szerinted 40-50 felé az ember tud még szerezni új barátokat, vagy akkor arra már beáll, hogy látod? Tud. Mennyi es... tud? Tud. Tehát van erre esély, hogy mondjuk találkozok egy munkában, egy projektben, igen, egy jótékonysági dologban, és akkor rájuk, hogy hú, ez az ember, ez nagyon patent, és nagyon nyílt, és nagyon becsületes, tehát akkor nem úgy majd csak a gyerekkori, vagy a fiatalkori barátok. Hát tehát, lásd, mint itt van Béla, tehát Béla se gyerekkori barátom, és úgy gondolom, hogy a legjobb barátom, tehát én úgy gondolom, hogy szerencsés vagyok, mert nagyon jó embereket sodort mellém az élet, és úgy gondolom, ahhoz gondolom az is az kell, hogy te is valahol jó ember legyél, mert nyilván egy jó ember csak egy másik jó ember tud bevonzani. Én még úgy gondolom, még most is, tehát, hogy például, mint itt van Rómeó, hogy barátok voltunk, de nem voltunk olyan közeli barátok, de látom, most itt vagyok én is 45 évesen mindjárt, és Rómeóval is egy éve kerültem olyan közeli barátságba. Tehát... És abszolút és... szoros és harmonikus, igen, és jó baráti kapcsolat. Igen, tehát például én... Akkor sosincs késő ez. Nincs. De ugyanúgy én úgy gondolom, hogy én nagyon sokat gondolkodtam, ezt nem magam, ezt el akartam úgy valahol mondani, de amúgy az, hogy nincs barátod, amúgy, tehát nem is, hogy nincs barátod, én szeretek egyedül lenni amúgy. Az egy jó dolog. És azt tudod, valahol olvastam, hogy ha valaki sokat tud egyedül lenni és magába, az egy kiváltság, mert az azt jelenti, hogy nagyon jobban vagy magaddal. Igen, hiszen magaddal vagy egész életed során. Igen, és én szeretek magamban lenni, én szeretek csendben lenni, vagy otthon lenni, vagy én most barátom, ezért biztos haragudni fog, én szeretek egyedül lenni amúgy. Tehát jó, de amíg kimegy pisilni, addig tök jó egyedül. Tehát én, ha nem szólnak hozzám mondjuk két nap, én, engem nem vagy. Zavar. Tehát én... Hát én azt gondolom, ez egy érett és magával rendben lévő embernek az ismérve. Igen. És most nem magamra mutogatok, hanem rád. Szóval ez egy fontos dolog, hogy eljut az ember arra, hogy egyébként pörgős életet élsz. Tehát, nyilván, meg nem szeretek, tehát értsd jól, te szeretem, ha van mellettem valaki, igen, meg vannak körülöttem. De hogy ugye el vagy egyedül is, igen, akár autóban. Én maga, tehát például amikor vezetek, például ha barátom és megyünk valahova, gyere nyugodtan, ne viccen. És ha megyünk valahova, például amikor vezetek, én nem szoktam beszélni. Mondjuk ha innen megyünk le a Balatonra, van, hogy két szót se szólok. Én szeretek, olyankor gondolkozok magamban, hogy csendben vagyok. De az elején mindig mondta, hogy van valami bajod, meg miért nem beszélsz. De hát már megszokta. Imádok, mikor vezetek, hogy csendben lenni. És akkor igen. Akkor már a gépen gondolkozok, ami legközelebb csinálni fogok, vagy a cicáknak hogy kéne a házát megcsinálni, vagy akkor nem tudom, meg nagyon sok minden eszembe jut. Én szeretek gondolkozni, és nagyon jó amúgy sokat gondolkozni. Nagyon jó. És itt a gépeknél is, a fejlesztésénél is, hogy Béla, amikor mondta régen, hogy elfáradt, délő estére elfáradt, alig tud edzeni, pedig csak szellemi munkát csinál, mondom, hát buzi az is, meg tudná, ha egész nap a létrán kéne állni, mondom, akkor faszát. És akkor eltelt 20 év, és látod, és most sokkal jobb, mondjuk 20 év öregebb is vagyok, azt nem kell elfelejteni, hogy nagyon fárasztó a szellemi munka amúgy. Nagyon. Tehát fárasztóbb, mint a fizikai munka. De én mindig azt hittem ezt, hogy apjuk faszát, jöjjön, mondom, megnézem a mennásózni. Amíg nem csináltunk szellemi munkát, én is azt gondoltam, hogy igen, hát ezért jó, hogyha szellemi munka mellett meg aztán elmegy az ember edzeni, főleg igen, olyan intézmény társadalmi. Az edzés, azt úgy gondolom, hogy ilyen 70 éves koromig szeretném amúgy még csinálni. Még számolgattam valamelyik, nem mondom, még utána van jó. Utána Flasz Bélosz. Szeretnék, nem tudom, meddig fogok élni, valószínűleg nem olyan hosszú ideig, de a végéig azért nagyjából szeretnék edzeni. Mert... Hát nézd Arnoldot. Igen, és olyan jó ránézni. Annyira van az élet 6 szabály. Most van igen, egy igen, úgy, igen. De benne a Lidl reklámba.
Mondom, baszki, mondom, mert gyorsan rákeresem. Létezik ilyen? És én is azt mondom, mi ez? Azt hittem, hogy ilyen szuperbola vagy valami. Most nem akarok kérni egy posztot róla, hogy nekem van parkside-os behajtom, csak mondom. Neked, téged kedve van fölkérni. Érted, hogy Magyarország én is vehettem volna, viszont egy gyorsan még mondom, hogy tudod, akinek nincs kis flexe, az buzi. Ajajajajajaj. Csak mondom. Úgy, és a nagy, az semmi? Nem, az már kőkemény, akinek nagy flexe van. Hát kedves Bandera nézők, akkor ezt is megtudtuk, hogy ha nincs kis flexed, akkor hát akkor sajnos nem igazán tartozom. Ha van aksis flexed, meg nagyon menő vagy. Igen, igen. Mi a csúcs? Az aksis flex. De a, mint egy kombájn, az lófasz? Az paraszt. Nem. Hát az már... Fú, hát az már... Várjál, de bele sem mertem gondolni. Abban mennyi alkatrészt van, baszik. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Bós Kornél. Egy köszönöm. Élmény volt, nem először beszélgettünk, és nem is utoljára. Remélem. Kedves nézőink, nagyon élveztük a beszélgetést, iratkozzatok föl, nézzetek bennünket. Ahogy mondtuk, ez nem csak zenei műsor, nem csak művészeti műsor, bár az is művészet, ahogy Kornél él szerintem. Úgyhogy rock and roll és bodybuilding. Yeah! Köszöntöm. Isten vagy. És amúgy voltunk ezen a Mátai Szeretett Szolgálatos napon, és volt egy néni, egy nő,